A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára a Zeneművészeti Karral közösen lélekmelengető koncertet szervezett. A karácsony közelettével egy zenés Mikulás ünnepséget rendeztek meg hangszerbemutatóval együtt. Milyen alkalomból szerveződött ez az esemény? Egy esemény sorozat egyik alkalmán vagyunk tulajdonképpen. Az elmúlt tanévben indítottuk a Zeneművészeti Karral összefogásban, tehát az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár és a Zeneművészeti Kar együtt indította a Lélekmelengető című programsorozatot, aminek az a lényege, hogy hogyan tudjuk az egyetem két különböző egységeinek a céljait összehangolni és ezt közvetíteni. A könyvtár szempontjából, ugye, akit én képviselek, ez azt jelenti, hogy mint a könyvtár tereit felhasználva, hogyan tudjuk az oktatást támogatni, hiszen a könyvtári térben egy hétköznap este, egy fél órában a zeneművészeti kar hallgatói gyakorolhatják az előadó művészetüket. A lélekmelengető alkalmakat hirdetjük az egyetem minden polgára számára, aki valamikor tanult zenét és szeretné magát megmutatni, bármikor szívesen látjuk, várjuk, egy rövid produkcióval, egy rövid megmutatkozással, amit ha úgy gondolja, akkor itt közönség előtt meg tud tenni. A fagotról beszélgettünk, hogy milyen hangja van, és hogy honnan is ismerhetjük a hangszert. A fagot a fafúvós hangszercsaládnak a legmélyebb tagja, amit látszik. Egyébként is méreteiben is eléggé nagy. Kitekerve, ha jól tudom, 2,5-3 méter hosszú egyébként. Tehát egy kis vicces hangja van alapvetően. És ez erre rátéve a hangszerre, akkor lesz igazi mélyebb hangja, azt majd hallani is fogjuk. A legismertebb, amit a magyarok ismernek, a TV Maci, amit ezzel játszanak. Felcsendült a csendesély, a pásztorok, és a kis karácsony, nagy karácsony című ünnepi dalok. A gyerekek Mikulás és karácsonyi dalokon keresztül ismerkedtek meg a különböző hangszerekkel.